Köszöntöm Önöket, a kutyatartás szabályait vesszük majd górcső alá. Itt a mai köztérben stúdiónk vendége pedig Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA alapítványnak a titkára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Számos szabályhoz kell igazodni ugye a kutyatartóknak, kutyatulajdonosoknak, azonban azért a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek nem mindegyikével vannak tisztában, vagy csak kevés része az a szabályoknak, ami eljut az emberekhez. Önnek mi a tapasztalata, vagy önöknek mi a tapasztalatok ott az ASKA-nál, hogy mi okozza a legnagyobb problémát, mivel nincsenek tisztában az emberek? Az utóbbi időben egyre többször tapasztaljuk azt, hogy a mikrocsipet egyszerűen elfelejtik belerakatni a kutyákba. Mindig vannak kifogások, hogy majd az oltásnál, majd ekkor, akkor, amakkor. Ez lenne az egyik, pedig tudjuk, hogy kötelező. A másik pedig az, hogy ugyanígy az oltásokról is elfeledkeznek a gazdák. Tehát én azt tapasztaltam az elmúlt évek folyamán, hogy mostanában, mintha egy kicsit romlana a helyzet. Tehát volt ettől sokkal jobb, felelősebb állattartó társaság itt városunkban is, és a környéken is. Most valahogy úgy a kutyák, úgy, meg a többi állat is egy kicsit úgy elindult a süllyesztőbe. Ez nem csak a kutyát védi, hanem minket, embereket is, mondjuk, hogyha a kötelező oltásra persze, gondolunk. Persze, tehát én mindig elmagyarázom, mikor jönnek, hogy hát nem gondoltam, és a legmegdöbbentőbb számomra az, amikor például olyan család érkezik a kutyájáért, mikor a fényképes hirdetésre megjelenik, hogy velük van a kisgyerek. És amikor mondom, hogy de kisgyerekes családba oltások nélkül, félrehajtás nélkül nem viszünk be egy kutyát, és akkor elkezdenek csodálkozni, hogy de miért, és elmagyarázom neki, hogy esetleg ennek milyen vonzatai lehetnek, hogy esetleg megfertőződhetnek ők is, vagy bármi egyéb baj lehet, akkor szoktak úgy elgondolkodni, hogy tényleg pedig azt gondolnánk, hogy az hogy a kutyák veszettség elleni védőoltás, az nem csak a kutyát védi, hanem minket, embereket is, ez már egy köztudott dolog, gondolnánk, de sajnos nem így van. Meg hát ugye komoly gond is lehet, hogyha ne egy úristen, tényleg véletlenül csak oda kap a kutya. Persze, akkor tehát abban azért... én mindig elmondom azt is, hogy igen, reméljük, hogy valóban nem találkozunk veszett állattal. Itt a környékünkön legalábbis kutyában nem találtunk még veszett állatot. De amennyiben egy kutya harap és nincs oltási előzménye, akkor bizony szegény kutyát 90 napos helybe topira ítéltük, ami azt jelenti, hogy 90 napig meg kell figyelni azt az állatot, addig ül egy kennelbe. Úgyhogy itt most akkor jól kitoltunk még a kutyával is azon kívül, azon kívül, hogy az ember is, hiszen azért így van. A veszettség elleni igen, ott sem nem kell, nem kell mindig, tehát ott mindig el szoktuk mondani, és általában ez úgy zajlik, hogy ha valakit egy harapás ér, akkor ugye hivatalból jelentik az orvosok is, de azért nem árt, hogyha ezt jelzi maga a beteg is, hogy tessen jelezni tovább a kormányhivatal felé, és akkor ők kiküldenek egy hatósági állatorvost, aki figyeli az állatnak a viselkedését. Sok esetben van úgy, hogy rögtön mondják, hogy akkor kérik az ellenanyagot, mert félnek, hogy valami baj lesz. Tulajdonképpen 14 napig erre egyáltalán nincs szükség, és ezen idő alatt már, hogyha valami nagyon nagy baj lenne, akkor ugye az láthatóvá válna. Nos, innen megyünk majd tovább, de nézzük meg az általános jogszabályokat is. Megkérdeztük Verger Évát, a hivatal részéről, az igazgatási iroda vezetőjét. A kutya évezredek óta hűséges társa az embernek, nem ritkán családtagként él velünk. Életvitelünk változásával az együttélés szabályai is változtak. A város honlapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletben olvashatunk a kutyatartásra vonatkozó szabályokról is. Az állattartást elsősorban az állatvédelmi törvény szabályozza általánosságban, de nyilván ez az ebtartásra vonatkozó általános szabályokat is tartalmaz. Ezen kívül van a kettel ésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet és egy önkormányzati rendeletünk is, ami nem állattartási rendelet, igazából közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat állapít meg, ezen belül egy fejezetében az állattartással kapcsolatban. Tehát állattartóként, ugye az állatvédelmi törvény alapján, meg a kormányrendelet alapján is minden gazdának, állattartónak a kötelessége, hogy jó gazda módjára gondoskodjon az állat fajtájának és élettani körülményeinek megfelelő ellátásról, az állattartás körülményeinek kialakításáról. Nagyon fontos az, hogy megfelelő táplálékkal, innivalóval kell ellátni, tehát naponta egyszer legalább az állattartás helyét ellenőrizni kell, ezen kívül az állatok mozgásigényét is fajtájuknak megfelelő mértékben szükség szerint ki kell elégíteni. Itt kitér
kitérnék egyből arra, hogy a kutyatartás kapcsán ebből adódóan voltak változások a közelmúltban, éppen ezért a kutyákat nem lehet tartósan láncra kötve tartani, ezen kívül a kutyák méretétől függően 10-15 vagy 20 négyzetméternél kisebb kennelben sem tarthatóak. Fontos, hogy az állatokat úgy kell tartani, hogy azok más állatoknak és az embernek az egészségét sem veszélyeztessék, hogyha ilyen sérülésekre vagy veszélyhelyzetekre kerül sor, tehát például akár közterületen vagy akár egy családi ház udvarában is a kutya megharap egy másik szemét vagy bármely más állatot, ezeket minden esetben az állategészségügyi hatóságnak kell bejelenteni. Ezen kívül az állattartás szempontjából a PTK is megfogalmazza, az állatvédelmi törvény és a kormányrendelet is, hogy gondoskodni kell arról, hogy az állattartás során a szomszédainkat sem zavarjuk tartósan és szükségtelenül. Ezen kívül a közterületen való állattartással, vagy hát az ebtartással kapcsolatban vannak még szigorú szabályok, hogy a közterületen csak pórázon lehet a kutyákat vezetni, és az is meghatározó, hogy csak olyan személy vezetheti, aki azt féken is tudja tartani, tehát ne a kisgyerekekkel küldjük le a nagy testű kutyát sétáltatni. Ezen kívül a közterületen a szájkosár használata nem kötelező minden kutyára, de azoknak a kutyáknak az esetében, amelyek eleve agresszív viselkedésűek, vagy pedig más módon nem tudnánk biztosítani azt, hogy a kutyánk veszélyt ne okozzon másokra vagy más állatokra, akkor igen, ez szükséges. A társasházi lakásokban fontos szabályként fogalmaztuk meg azt itt, hogy a közterületre való kivezetéskor a társasházak lépcsőházában és a liftben a kutyákat csak rövid pórázon és szájkosáról szabad vezetni. Tehát itt van egy kis eltérés abban, hogy a lépcsőházban még kötelező a szájkosár, de a közterületen, ha a kutya nem veszélyes, akkor természetesen ott már nem. De azért a liftben közel vagyunk a lakótársakhoz, ezért ezt mi megköveteljük a kutyatulajdonosoktól. A társasházakban még megfogalmazzuk az önkormányzati rendeletünkben azt is, hogy sem a társasházak közös helységeiben, lépcsőházakban, erkélyen, padláson egyáltalán nem lehet kutyát tartani, mert azért volt már rá példa, aki az erkélyen tartotta, és ezen kívül kutyatartás során, tehát ugyanúgy szükségeltetik, hogy a lépcsőházban és mindenhonnan a kutya által okozott szennyeződést ezt el kell távolítanunk, ez minden kutyatartónak kötelessége, közterületen, lépcsőházban és bárhol máshol. Nos, hát azt hiszem, hogy itt egészen teljes körű képet, komplex képet kaptunk arról, hogy milyen szabályrendszerek vannak általánosságban érvényben, és én azt gondolnám, hogy ezek ilyen kézenfekvő dolgok, igen, amiket betartanak az emberek, ugyanakkor meg nap mint nap látjuk, hogy még nem, sincsen így. Van. Sokszor halljuk azt, hogy nincs is leszabályozva normálisan az állattartás, nincs is állatvédelmi törvényünk, de igen, van. És nagyon jól leírják a dolgokat, aki végighallgatta az előző riportot, tulajdonképpen mindenre meg volt a válasz, és az a válasz is, hogy pont ezeket nem tartják be az emberek. Tehát a kutyasétáltatás, hogy pórázon történjen, ez rendszeres vitatéma, ez rendszeres összetűzés tárgya, amikor kutyás, nem kutyás ugye megy, vagy éppen a nagyobb kutya megtámadja a kisebb kutyát. Ami szintén nagyon fontos, és nagyon sokszor vesznek el így állatok, hogy gyerekek viszik le őket sétálni, és valóban nem bír azzal a kutyával, amikor megijed valamitől, vagy meglát valamit, amit szeretne megfogni. Azt gondolom, hogy tényleg minden le van szabályozva, és ezekre kellene nagyon-nagyon odafigyelni, és akkor nem lennének konfliktusok, nem lennének problémák. Az odafigyelés vagy a felelősség tudatosabb magatartás hiányzik? Azt gondolom az emberek részéről, igen. Igen, mert sokan úgy gondolják, hogy van kutyám, ne szóljon bele senki. De igenis tudomásul kell vennünk azt, hogy ha szeretnénk együtt élni a másikkal, akkor valamilyen módon alkalmazkodni kell mind a két félnek. Erre szoktam mondani, amikor kapunk olyan telefont, mert egy új kutya bekerül mondjuk a házba, és az ugat néhány napig.
akkor én szoktam mondani, hogy kis türelmet kérünk, kukorékolni még nem tud. Tehát azt meg kell szokni az új helyét, és a gazdának viszont mindent el kell követni ahhoz, hogy ezt az állapotot mielőbb meg tudja szüntetni, tehát odafigyeléssel, neveléssel, de ilyenkor kérjük a türelmet a szomszédtól is, hogy azt a pár napot, amíg átvészelik. Ha ez hosszú távon működik, akkor természetesen baj van. Igen, igen. Ugyanakkor, hogy említette is, hogy egy éremnek két oldal van, mert olyat is lehet olvasni, hogy társasházi lakásokba megpróbálják az SMS-be betenni, hogy nem tarthatnak kutyát, én úgy tudom, hogy erre nincs lehetőség. Nincs. Ez úgy működik, hogyha az alapító okiratban benne volt, hogy állatot nem lehet tartani, akkor valóban nem lehet tartani, de legtöbbre a társasházban ilyenre nem volt példa. Én azt gondolom, el kell fogadnunk a másikat, az egyik a kutyát szereti. A madár nincs tiltva, de mondjuk valakinek van 20 papagája, az legalább olyan hangos, mint egy kutya. Ez pont így működik, tehát egy kicsit meg kell próbálnunk a toleranciát a másikkal szemben. Aztán amire az előbb még azért ejtettünk szót erről a csippelésről, azért a csippelés is szintén egy olyan dolog, ami kötelező, ha jól tudom, kötelező, ugyanakkor hát nagyon hasznos dolog lenne. Hasznos dolog lenne, csak ugye sokan mégsem. Mégsem, tehát mindenféle ilyen városi legenda, hogy hú, mert akkor követik a kutyát, meg egyebek ilyen történeteket hallani. Azok a mikrocsippek, melyeket a kutyákba ültetünk, ez nem nyomkövető. Tehát rengeteg telefont kapok, amikor elveszik egy kutya, hogy nézzem meg a rendszerbe, merre jár a bodri. Nem tudom megnézni. Nincs valás GPS-en. Így van, nem GPS-szerűen működik. A mikrocsippet akkor tudjuk leolvasni, amikor megfogunk egy állatot, akkor leolvassuk, megnézzük az adatokat. És amikor felelős egy gazdi, és van mikrocsip a kutyusba, történhetnek véletlenek, hogy elveszik valóban, rögtön lehet értesíteni. Az is igaz, hogy vannak notorikusan hadd fusson egyet a kutyám történetek, amikor már csippet sem kell olvasni, mert arcról fölismerjük azt a kutyát, és telefonálunk a gazdának, hogy ismét itt van nálunk. A mikrocsipnek van még egy olyan előnye is, hogyha esetleg valaki úgy gondolja, amikor megtalál egy nagyon szép, jó kiállású kutyát, hogy ő akkor az bizony meg fogja magának tartani, és nem is keresi meg az eredeti gazdáját. Viszont előbb-utóbb el kell jutni egy állatorvoshoz. Na, amikor mikrocsipet olvasnak, akkor ott látják az adatokat. Ha az eredeti gazda odafigyel arra az egyszerű tényre, hogyha elveszett a kutyája, azonnal jelenti az állatorvosnak, hogy a megjegyzés rovatba írják be azt, hogy mikor veszett el az állat, akkor az folyamatosan pirosan fog villogni, és jelezni fogja az ország bármely állatorvosának, hogy ott valami jelzés van a kutyánál, és így nyugodtan ott be lehet bizonyítani, hogy ez a kutya viszont elveszett, és nem pedig elajándékozták, így hazajuthat az eredeti gazdához. De ha már említette az állatorvost, elnézést, hogy közbevágtam, azért arról is lehet hallani, az állatorvos beteszi a kutyába ezt a csippet, ugye, és akkor, mint aki jól végezte dolgát, köszön a kis tulajdonostól, aki meg halálnyugodt, mert úgy gondolja, akkor minden rendben van, ám később kiderül, mondjuk egy kötelező védőoltásnál, egy járatosabb szakembernél, hogy hát az jó, hogy van a kutyában csip, ugyanakkor nincs oda véve semmilyen adat. Így van, tehát az, hogy most van a kutyában egy mikrocsip, azzal nem vagyunk előrébb, a mai napig nagyon sok ilyen van. Tulajdonképpen a jogszabály azt írja elő, hogy a csip beültetést követő 8 napon belül kell mindezt az állatorvosnak felregisztrálni. Én azt gondolom, hogy az ifjabb doktorok, akik ezt napi szinten végzik, őnáluk azért ez már kezd berögződni. Általában inkább a kisebb településeken dolgozó orvosok, ahol ez annyira nem jellemző, ez a mikrocsippes történet, ott szokott ez így a sülyeztőbe elveszni. No, akkor nézzük meg, hogy miért is jó kutyásnak lenni, mit mondanak erről az emberek. Szeretnék egy kutyát, igen, igen, már szóltam a lányomnak, hogy próbáljanak a kutyamenhelyről hozni nekem egy vizslát. Miért fontos az, hogy állatokkal élhessünk, vagy állatokkal éljünk otthon? Mégis, én egyedül vagyok sajnos, és akkor mégis valaki, vagy valami, hát van valaki, akivel beszélgettek. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha lenne egy kutyám újra. Mennyire felelős állattartó ön egyébként? Én nagyon szeretem az állatokat, de lakásban nem. Úgyhogy a cicáim is, ha voltak, nem engedtem be a házba. Kint kaptak enni, meg ott kicsit megcirókáltam, és kész. Tehát a kutyával is úgy voltam, nagyon-nagyon szerettük meg minden, de nem a házba. Tehát a ház őrző volt, a kertbe szaladgálhatott, de nem engedtük a házba. Milyen szabályokat ismer a kutyatartás, állattartás kapcsán? Gondolok itt például a pórázon való vezetésre.
Hát olyan túl sok szabályt nem ismerek, mert nem szoktuk, hogy pórázon vezetgetni. Úgyhogy én elengedtem ott a házba, és akkor a kertbe, az udvaron szaladgálhatott, meg a kaput zártuk, tehát nem lehetett bejönni idegennek, mert hát egy német juhász, az elég, meg egy nagy darab állat volt, tehát olyan állat, amelyik, hogy az idegeneket nem nagyon szívelte, úgyhogy ha csöngettek, kimentünk, de ha szóltam, beengedte, meg az ismerősöket, rokonokat, akiknek ismerte a szagát. Családiban laknak, panában laknak, mi a vélemény a kutyatartásról? Hát mi társaságban lakunk, négyen lakunk egy házban. Hogyan lehet egy kutyával együtt élni, vagy egy állattal, ha már ugye állatok világnapja, miért szeretnek együtt élni a kutyával? Hát nagyon szeretem, hát olyan, hogy hozzám tartozik. Csak szeretetet tud adni, és ha jól van nevelve, akkor semmi gond nincs vele. Városi gyerek voltam, belvárosban mindig, tehát soha nem tartottunk kutyát. Mi az, ami többnyire visszafogja attól, hogy legyen állat a házban? Hát egy városi lakásban én szerintem nem való egy kutya. Úgyhogy így erre nem is gondoltam. A kutyákat szeretem így messziről, nagyon szépek, gyönyörűek, de mondjuk nem vont semmi, hogy én vegyek egy kutyát magamnak. És ott, ahol esetleg önök laknak, ott mi a helyzet a kutyatartók kapcsán, a gazdik mennyire felelősek? Hát vannak kutyák, én egy viszonylag nagy házban lakom, sok lakóval. Nem sok kutya van, de van. Nos, hát ugye az mindenkinek a döntése, hogy választja az otthonába kutyát, vagy nem, vagy tart, vagy nem tart, ugyanakkor az meg fontos, hogy mindenki felelősen tartsa. Igen. És hogyha már a felelősségnél tartunk, akkor az is egy ilyen, én azt látom, hogy egy ilyen kevésbé ismert tény, hogy a 3 hónaposnál idősebb kutyát, ugye 15 napon belül kell bejelenteni a jegyzőhöz, ugye itt Székesfehérváron is, hogy nyilvántartásba vegyék. Így van. A jogszabály azt írja elő, hogy 3 évente a városban össze kell írni, és illetve minden településen össze kell írni az ebeket. Ezt ugye a lakóink megtapasztalták, megkapták a kérdőívet, és be kellett jelenteni. Azt is be kell jelenteni, ha meghalt a kutyus, és azt is be kell jelenteni, ha érkezik egy új kutyus. De azt gondolom, hogy ezzel nagyon nincsenek tisztában az emberek, ezt nap mint nap tapasztaljuk a menhelyen, amikor örökbeadunk egy kutyát, és akkor elmondjuk a papírok mellé, hogy oké, és akkor ezzel legyen kedves, akár online, akár személyesen bemenni és bejelenteni azt, hogy új kutya került a családba, és teljesen megdöbbennek rajta, hogy miért. Ennek végül is az lenne a lényege, hogy valaha egyszer tudjuk már meg pontosan, hogy hány kutya él ebbe az országba, illetve így lehet követni azt is, hogy valóban oltják-e a kutyákat. Igen, hiszen ezt is ezen emlékeim szerint, amikor regisztráltatnunk kellett a ezt kutyát, pontosan, akkor ezt fel kell tüntetni, hogy mikor pontosan kapta az utolsó veszettség elleni oltást, ki volt az oltást elvégző orvos, oltási mi volt szám, annak minden, a szám, mindennek föl kell vezetni. Így van, tehát ennek az lenne a lényege, mert itt már csak a statisztika alapján is ki lehet szűrni az, hogy ha ennyi kutya van, akkor egy évben legalább ennyi veszettség elleni védőoltásnak el kellene, hogy fogjon. Na most a számok viszont azt mutatják, hogy ez nincs arányban egymással egyáltalán. És mit lehet csinálni? Ugye minden le van szabályozva, mindennek megvan a jogszabálya, az a baj, hogy nincs, aki ezt leellenőrizze. Lássuk be, hogy ha ez folyamatosan le lenne ellenőrizve, akkor ezzel nem lenne probléma. Én mindig el szoktam mondani, ha eljutunk oda, ugye ma már a e-mailen megkapjuk az értesítést, ha lejár az autónak a műszakia. Ha eljutunk oda, hogy ilyen szinten ellenőrzésre kerüljenek azok, hogy a kutyák hogy vannak oltva, akkor már jók leszünk, mert akkor már van egy ellenőrző rész. Ellenőrző rész, akkor nézzük meg megint a jogszabályokat egy kicsit ilyen specifikusabb szempontból, Berger Éva segítségével. A kutyák mérete határozza meg a kennelméret szükségességét. Kisméretű kutyák esetében 10 négyzetméter, középtermetű kutyák esetében 15 és nagy testű kutyáknál 20 négyzetméter a kennel szükséglet. És ez a tartós kennelben tartás, ez azt jelenti, hogy például nyilván a kutyáknak napközben van nagyobb mozgásigénye, tehát hogyha a kutyát megfelelő méretű kennelben tartjuk, vagy napközben szabadon tartjuk, akkor ez nem zárja ki azt, hogy akár éjszakára, vagy átmeneti rövid időre láncra lehet kötni szükség esetén, vagy kisebb kennelbe is lehet zárni, de kifejezetten itt az élettani körülményeikhez igazodván a napközbeni mozgásigényt kell biztosítani. Már futóláncon sem lehet tartani, mert itt a tartósan láncra kötés
kérdés került megfogalmazásra. Korábban meg volt határozva szintén, hogy hány méteres láncon lehetett a kutyát tartani. Ezt az állatvédelmi törvényből, illetve a kormányrendeletből törölték, pont azért, mert a tartós kikötést semmilyen formában nem engedélyezik. Tehát ha például hozzánk jön valaki vendégségben, és nem akarjuk, hogy a kutya bárkit is bántalmazzon, vagy egy építkezés folyik, és nyitva kell tartani egy néhány órára a kaput emiatt, akkor erre a rövid időre természetesen nem kizárt az, hogy megkössük a kutyánkat, de egyébként pedig szabadon kell engedni napközben. Nos, akkor ismét azért hallottunk hasznos és tudott vagy kevésbé tudott dolgokat. Mi a tapasztalat? Ebben is nagyon nagy félreértések vannak. Az, hogy ugye nem lehet kutyát tartósan megkötni, ez eleve úgy jutott el a köztudatba, hogy egyáltalán nem lehet kutyát megkötni. És például nálunk a menhelyen rengetegen jelentkeztek, hogy leadnák a kutyát, mert kötés nélkül nem tudják tartani, mert hogy kibe mászkálnak, hogy a riportban is szó volt erről, kibe mászkálnak a kapun, és akkor el fog veszni a kutya. A tartósan megkötést ugye hallottuk, hogy nem reggeltől Mikulásig van láncon a kutya, nem bizonyos ideig, de adjuk meg neki a lehetőséget, hogy azért kiszaladja magát, kifussa magát, és akkor utána vissza lehet őt tenni a láncra, de nem úgy, hogy folyamatosan azon van. És ugye hallottuk, hogy kisebb méretű kutya, nagyobb méretű kutya, ez egyébként önöknél hogy van, hogyha mondjuk valaki oda megy, és örökbe szeretne fogadni egy kis kutyust, akkor kinek megnézik-e, hogy hova, milyen kutya illeszthető, egyáltalában vizsgálják-e ezeket a körülményeket? Az emberek sokszor nincsenek tisztában a saját lehetőségeikkel. Vagy a korlátaikkal. Vagy a korlátaikkal, igen. Tehát rengeteg olyan van, amikor nagyon idős emberek, éppen hogy járni tudó emberek mondják, hogy kölyök kutyát, és amikor megpróbáljuk irányítani szépen kedvesen, hogy nem feltétlen kölyök kutya kéne, akkor mindig elmondják, hogy világ életükbe kutyáztak, ők értenek hozzá. És akkor el szoktam mondani, hogy lehet, én 15 évvel ezelőtt 4 kutyát elvittem egyszerre, most már nem tudom, mert fogy az erőnk, nem vagyunk olyan ügyesek. Vagy azt is hozzá szoktuk tenni, amikor mondjuk éppen vizslát akar valaki egy lakásba, akkor megkérdezzük, mennyit túráznak, mennyit sétálnak. Mert ezeket mind-mind-mind figyelembe kell venni, hogy a kutya igényeit, a család igényeihez tudjuk rakni, mert ha ezt nem jól tesszük össze, akkor az lesz a következmény, megszökik a kutya, vagy pedig ők valamilyen módon megszabadulnak attól az állattól, mert nem találtuk meg a megfelelő kapcsot egymás között. Tehát ezeket mindig figyelembe kell venni, azt is, hogy esetleg egy nagyon kis testű, nagyon rövid szőrű kutya nem való udvarra. Tehát ők vagy hogy mi ez a gyerek mellé való gondolat? Igen, egy megint nagyon fontos kérdés, hogy gyerekbarát kutya legyen, és hogy a szülő a gyereknek megtanítsa azt, hogy az egy élőlényről van szó, nem pedig egy plüskutyáról. Nem szabad húzni a fülét, a farkát, nem szabad. Tehát ezeket az alapvető dolgokat, amikről sokszor azt gondoljuk, hogy teljesen természetesen mindenki tudja, nem tudják a mai napig, és minden egyes örökbeadásnál ezt végig kell zongorázni, végig kell mondani a leendő gazdiknak. Nincs ebből sértődés? Van olyan, hogy megsértődik, de van olyan, hogy a beszélgetés végén látjuk, ahogy úgy átgondolt, és rájön, hogy hát tényleg ő ezekre a dolgokra nem is gondolt, hogy ezek bajt okozhatnak, de lássuk be, hogy egyszerűbb így végighallgatni és végig zongorázni, mint hogyha később esetleg ebből egy olyan baj lenne, hogy van egy teljesen normálisan viselkedő kutya, akit mi úgy gondolunk, hogy teljesen normálisan viselkedik, és egy rossz kapcsolat miatt, hogy egy gyerek meghúzza a farkát, fülét, egyebek, esetleg egy kutya támadás legyen. Tehát ezeket a dolgokat nekünk el kell kerülni, ha már egyszer összeraktuk a kutyát lelkileg és testileg, akkor meg kell találnunk azt a családot, ahol valóban ki lehet őt helyezni. Igen, hiszen azért nyilván vannak olyan kutyusok, akiknek nagyon-nagyon szomorú sorsuk vagy útjuk van odáig, amik bekerülnek. Mióta mi megkaptuk a hatósági telepfunkciót, azóta konkrétan nálunk csak olyan kutyák vannak, akiknek van előélete, akikkel történt valami, és egy eljárás van mögöttük, tehát kidobták, bántalmazták, verekedtették. Hát múltkor láttam dolog. Például, hogy ugye egy zacskónyi kis kutyát igen, találtak. Hát. Igen, igen, igen. Hát most szegény mama nagyon küzd, mert pont előző nap érkezett hozzánk egy szoptatós mama, 5 gyerekkel, aztán adtunk neki még 5-öt, úgyhogy most szegény mama le van terhelve, nagyon várja, azt gondolom, hogy a gyerekek leválasztódjanak róla. De ez is egy olyan dolog, hogy zacskóba rakja ki a kutyát. Tehát hát ilyen ekkorkák voltak a fotókon. Egy az egyben halálra ítélte ezeket a kölyköket. Itt megint beszélhetnénk a felelős állattartásra, és hogy miért is kell ivartalanítani azt a kutyát, és hogy csak egyszer kell ivartalanítani azt a kutyát, és egy életre megoldódik ez a probléma.
De hát azt gondolom, hogy a felelős állattartásban erre a szintre még nagyon-nagyon sokan nem jutottak el. Nos, hát vannak azért felelős állattartók is, én azért azt gondolom, akik azért megpróbálnak tisztába kerülni azzal, hogy mi az első lépés, hogyha mondjuk egy kutyus kerül a lakásba, meg felvértezik magukat, aztán talán használják például a kutyafuttatókat, most őket ismerhetjük igen. meg. Most is panelban lakunk, úgyhogy ez a napi három séta plusz egy kutyafuttatózás, az minden nap, az a muszáj. Nekem közel van, itt lakom két utcával innen nem messze, és ez a legnagyobb kutyafuttató itt a városban, város közepén, úgyhogy szívesen jövünk ide, mert itt jókat lehet futni. Kertesházban laknak a kutyákkal? Kertesházban, igen. Igazán nagyon sok minden jó Fehérváron kutyás szempontból, de én azt mondom, hogy egy jó kis kutyás park, vagy egy nagyobb kutyafuttató, ha létesülne helyett, annak nagyon örülnénk. Csoki úr egy napját végigkövethettük, meg sok-sok kutyatársát, és tetszett, hiszen azért azt gondolom, hogy Fehérváron az, hogy megjelentek a kutyafuttatók, azért az egy hiánypótló dolog volt. Ez nagyon kellett, tehát ha volt valóban hiány kutyás fronton, ez, hogy nem voltak kutyafuttatók a város különböző pontján, ez egy iszonyatos nagy hiány volt. Nagyon sokan használják ezeket a kutyafuttatókat, valóban a méretük itt-ott-ott egy kicsit. Igen, mert ilyen panasz szokott jönni, hogy ez pici. Pici, nem igazán tudja magát kifutni a kutyát, ez a kutyás park, jaj, nagyon jó lenne, ha nekünk is lenne egy ilyen. Illetve amit én még hiányolnék Fehérvár, hogy egy olyan hely valahol itt a kis patakocskák környékén, ahol lehetne mondjuk kutyákat fürdetni, mert erre is nagyon nagy igény lenne, hogy egy-egy hosszabb séta után, vagy túra után esetleg a kutyákat megúsztatni egy kicsit. No, hát a Fehérvár magazinnak a heti számát érdemes olvasgatni, mert ott a kutya élménypark irányában kaptunk ígéretet az elmozdulásra. Ugyanakkor nekem az volt egy másik ilyen fontos momentum, amit itt az előző bejátszóban hallhattunk, hogy családi házban lakom, és viszem a kutyafuttatóba a kutyát. Mert ez is fontos, hogy hiába van kint egész nap a kutya, de hogy azért más ingerek, más környezet is érjen. Tehát annyiból másabb, és ez nem feltétlenül azt jelenti, amiért én mérges szoktam lenni, és nem értem, hogy mi értelme van annak, amikor családi az, hogy elindul az utcába, a saját utcájába, oda meg vissza egy kört, az egész utca üvölt, és ezzel a kutya nem lett lejáratva, mert nincs lemozgatva, mert nincs gondolkodtatva. Azt szoktuk mondani, hogy nem csak fizikailag, hanem agyba is le kell fárasztani azokat a kutyákat, ami azt jelenti, hogy kiszaladgálja magát, de közben azért egy kicsit tanítjuk, adunk neki parancsszavakat, dolgoztatjuk fejben is a kutyát, labdázunk vele, dobálózunk, frizbizünk, vagy bármi egyéb. Akkor van lefárasztva a kutya, tehát akkor van értelme annak, hogy valóban elvigyük őt, és valóban megsétáltatjuk. Nos, nézzük a szankciókat. Ez is egy ilyen fontos terület. Nem szép dolog ezzel szembesülni, de szerintem van akinek sajnos erre van szüksége. Erre van szüksége.
Amit mi önkormányzati rendeletünkben fogalmazunk meg itt a társasházak vonatkozásában, azokban az esetekben 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot lehet kiszabni, ha például valaki az erkélyén tartja a kutyáját, vagy éppen a lépcsőházban nem rövid pórázon és szájkosárral vezeti. Aztán a szabálysértési törvény is állapít meg bizonyos szankciót, mert van olyan szabálysértési tényállás, ami a veszélyeztetés kutyával szabálysértést fogalmazza meg. Ez azt jelenti, amikor valaki a felügyelete alatt álló kutyát a közterületre kiengedi, vagy kóborolni hagyja. Ebben az esetben is 150 ezer forintig terjedő szabálysértési bírságra lehet számítani, de itt a szabálysértési eljáró hatóság az a járási kormány. Hivatal. Az állatvédelmi törvényben és a kettelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendeletben a megfogalmazott szabályok megsértése esetén kétféle szankciót lehet alkalmazni, az állatvédelmi bírságot, ami úgy számítandó, hogy van egy 15 ezer forintos alaptétele, és az állatvédelmi törvény részletesen meghatározza azt, hogy milyen szabályok megszegése esetén, milyen szorzóval kell ezt a 15 ezer forintot megszorozni, tehát ez több 15 ezer forint is lehet bizonyos esetekben. Illetve az állatvédelmi hatóságok azért bizonyos magatartásra, vagy cselekményre, vagy magatartástól való tartózkodásra is kötelezhetik az állattartót. Amikor valaki a környezetében azt tapasztalja, hogy a szomszédban valaki tényleg egész nap láncra kötve tartja a kutyáját, akkor elsősorban legegyszerűbb módon hozzánk a jegyzői hivatalba lehet bejelentést tenni. Ezen kívül, tehát mi a saját hatáskörben tudjuk vizsgálni, de ugyanakkor velünk párhuzamosan állatvédelmi hatóság, a járási kormányhivatal állategészségügyi hivatala is. Vannak párhuzamos hatásköreink is, tehát minden esetben egymást értesítjük. Például ugye az utcán történő kutya által okozott sérülésről őket kell értesítenünk akkor is, hogyha a bejelentés legtöbbször hozzánk érkezik. Nos, van elrettentő hatása a szankciónak? Én azt gondolom, igen. Ha csak abból indulok ki, hogy ugye Székesfehérvár területén az ebrendészeti szolgálat által befogott kutyákról nekünk ugye hivatalos gyepmesteri naplót kell vezetni, amit ugye le kell adnunk a kormányhivatal irányába, és ott azért látszanak, hogy kik azok a notórikus kutyaelhagyók, akiknek rendszeresen az állatát be kell fogni, és bizony hozzájuk kimennek ezek a bírságok. Tehát mindig elmondjuk, amikor egyszer fogunk be egy kutyust, akkor elmondjuk, hogy nagyon tessenek odafigyelni, mert most rendben van, megfogtuk, megúszta a kutya. Előfordul bárkivel. Na de hetente háromszor az már enyhén túlzás, igen. És igen, kőkeményen kimennek a bírságok, és van olyan gazda, aki csak ezek után hajlandó megérteni, hogy számtalan olyan eset volt, most konkrét példát mondok, amikor a hetente háromszor megfogtuk a kutyát, és azt mondta, hogy mi a baj ezzel. A kutya hazatalál. De hiába mondjuk el azt, hogy de menet közben megijednek tőle, baleset érheti, balesetet okoz, bármi igen. Megtörténhet. Őnek ez egy teljesen természetes dolog volt, és akkor miután kiment a 150 ezer forintos bírság, azóta becsukta a kaput. Tehát igen, vannak emberek, akik csak ebből értenek, és a szép szó az kevésbé hasznos. És gondolom, vannak emberek, akik ebből se. Van olyan, és hát olyankor viszont arra kerül sor, hogy akkor elkobozzák tőlük az állatokat, a nem megfelelő állattartás miatt, a bírság természetesen továbbra is él, illetve még emelkedik is, de van olyan, hogy akár egy életre eltétják az állattartástól. Nos, hát reméljük, hogy nem jutnak el sokan idáig azért, és felelősebbé válunk. Végezetül még, hogyha egy ilyen fontos hibára felhívná a figyelmünket, hogy mi az, amit ne kövessünk el. Hogyha például mondjuk rendszeresen előfordult az, hogy megyünk egy másik városba, ott észreveszünk egy kutyát, vagy egy pihenőnél, az autópályánál észreveszünk egy kutyát, akkor azzal például mit csináljunk? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez egy örök téma. Nagyon sokszor úgy gondolják az emberek, mondjuk Székesfehérváron lakik, és elmegy egy távoli településre, ahol ő meglát egy kutyát, és úgy gondolta, hogy megmentette, berakta az autóba, majd elszállítja haza a lakhelyére, és ott felkeresi vele a menhelyeket, miközben eszébe sem jut, hogy az adott településen belül a gazda pedig égre földre keresheti a kutyát. Azt tudni kell, hogy mindig a területileg illetékes önkormányzat az, akinél, ha ilyen történik, be lehet jelenteni, hiszen minden
településnek megvan maga az a szolgálata, aki a kóbor ebeket össze tudja szedni, illetve be tudja azonosítani, és azzal tudja juttatni a gazdát. Szóval teljesen fölösleges 100 kilométerrel arrébb elcuccolni egy kutyát, mert a gazda meg égre földre keresi, és lehet, hogy még az információ se fog összekapcsolódni, főleg, ha nincs benne mikrocsip, mert ugye ilyenkor szokott a legnagyobb baj lenni, mert ha csippes, még csak-csak be lehet azonosítani, de egy csip nélküli kutyának a fényképes hirdetése nem biztos, hogy 100 kilométerrel arrébb levő falu busz megállójában, mert ugye lássuk be, nem mindenki internetezik, még a mai napig sem, nem fog oda kikerülni, hogy éppen elszállították a kutyáját. És hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne kutyát, akkor önöknél, ahogy szoktam természetesen mondani... Természetesen, így van. Én mindig szoktam mondani, amikor kérdezik, hogy lehet-e nálunk örökbe fogadni kiskutyát, mindig megkérdezem, miért szeretne fehéret, feketét, tarkát, olyanra festem. Tehát mindennek meg tudunk felelni, sajnálatos módon. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 200 kutyával dolgozunk folyamatosan. Nagyon sok az örökbefogadónk, és hálásak vagyunk, amiért viszik a kutyákat, de rengeteg olyan kutyánk van, aki bekerül újonnan, és nekik is gazdit kell találni. Mindenféle méretben, az egész apró szopós kölyköktől elkezdve a 10 éves idős kutyusig megtalálható nálunk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Önök a közteret látták, hogyha tehetik, akkor gondolkozzanak felelősség, teljesen is legyenek önök is felelős állattartók. Köszönöm, hogy velünk voltak, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra!